Köszöntöm Önöket, az Életvitel 2017. évi első adását látják, nézzék meg, milyen témával foglalkozunk ma. Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek a fejlődése eltér a velük azonos korú gyerekekétől. Abban az esetben, ha a gyermek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől. A korai fejlesztéssel csökkenteni lehet a lemaradást, a nap mint nap felmerülő nehézségek megoldása könnyebbé válhat. Mai adásunkban ez tehát a téma, a vendégem pedig Kovácsné Rubóczky Rita. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És hát ma már az említett problémáról mindenki tájékozódik valamilyen szinten az interneten. Én is azt tettem, hogy nem a szakirodalmakat kutattam, hanem inkább az édesanyáknak, illetve a szülőknek a véleményeit és azokat az oldalakat kerestem fel, hogy egy picit átérezzem azt, hogy hogyan élik ők meg azt, hogyha kiderül, hogy a gyermekeiknek korai fejlesztésre van szükségük, és találtam egy írást, ami így indult, hogy egy családban talán a legnagyobb esemény, ha gyermek születik. Legtöbb esetben ez az öröm a baba cseperedésével arányosan nő. Azonban vannak családok, akiknek az életét felhők árnyékolják be, amikor kiderül, hogy az ő gyermekük fejlődésében valamilyen eltérés tapasztalható. Gyakran a szülőknek tűnik fel valami, van, amikor a védőnő, van, amikor a gyerek orvos szembesít minket azzal a szomorú valósággal, hogy a gyermek eltérően fejlődik. Ilyenkor versenyfutás kezdődik meg az idővel, a létező legszélesebb körben történő közvéleménykutatás, és ide ugye beletartozik az interneten való olvasgatás is, címek, terápiák, fejlesztési lehetőségek begyűjtése, ami teljesen elfogadott és érthető a szülő részéről. És itt abba is hagyom ezt a gondolkodást, hiszen elér odáig ez a szülő, hogy sorra veszi azokat a lehetőségeket, amit egy korai fejlesztésben itthon el tudnak érni, de valahogy kritizálja azt, hogy ezek a lehetőségek nem igazodnak minden esetben a gyermek állapotához, specifikumához, akár a szülőnek a szociális helyzetéhez és egyéb adottságokhoz is, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ez a gyerek a későbbiekben hogyan kerülhet be a köznevelésbe, közoktatásba, hogyan lehet integráltan tanítani. Tehát nagyon hosszú az útja egy ilyen gyermeknek. Ugye a korai fejlesztés arról szól, hogy 0-3 éves korig meg kell találni, vagy még tovább meg kell találni, először is diagnosztizálni kell a problémát. De akkor induljunk el abból, hogy mit is jelent igazából az eltérő fejlődés. A korai fejlesztése az 0-5 éves korig történő tervszerű fejlesztés, ami tulajdonképpen már egész régóta folyik Magyarországon, de ez a fejlesztés inkább célirányosan mindig a fejlesztésre, a gyerek fejlesztésére irányult. Ebben már több lehetőség adódik manapság, mert a korai intervenció, ami már nem magát a gyereket, nem csak a gyereket helyezi középpontba, hanem a gyermek család és az őt körülvevő környezetet. És ennek az a lényege, hogy először is nagyon fontos a pontos diagnózis, úgy, ahogy mondtad, tehát fel kell tárni a gyereknek a képességeit, a minél korábbi diagnosztizálás az nagyon sok lehetőséget ad a fejlesztésre. Tehát azt tudjuk, hogy a gyereknél bizonyos életkorban megvannak azok a ciklusok, ami ilyen fejlettségi szintet el kell, hogy érjen, hogyha ebben valamilyen eltérés mutatkozik, akkor szükségszerű a szakember fejlesztése. Itt a szülőknek tényleg elég nehéz dolguk van, mert vagy a bőség zavarába esnek, vagy pedig kétségbe vannak esve, és nem tudják, hogy hová forduljanak. Most nem mindegy az, hogy tényleg mikor diagnosztizálják a gyereket. Hogyha a születéskor már olyan problémát észlelnek, akkor már ott a kórházban vannak rá megfelelő szakemberek, tehát
a korai fejlesztésre szakosodott szakemberek, vagy pedig az orvosok felhívják a szülő figyelmét. Neurológiai vizsgálatok történnek rögtön a szülés után, és hogyha ott problémát észlelnek, akkor elég korán bekerül a gyermek a rendszerbe. De vannak olyan gyerekek, akik úgynevezett normál szüléssel jönnek a világra, és valamikor a fejlődésük során észleli a szülő, a védőnő és az orvos, vagy a gyermekorvos az, hogy valamilyen területen elmaradást mutat. Az, hogy milyen területen mutat elmaradást a gyerek, az nagyon sokféle lehet, és az elmaradásnak a mértéke is nagyon sokféle lehet. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor a szakemberek, akik kapcsolatba kerülnek a családdal, azok jó irányba tudják terelni a szülőt. Most a korai intervenció, ami tulajdonképpen egy ágazatközi együttműködés, az Magyarországon már elindult, de ennek egy Európai Uniós program segítségével most többlet lehetőségeket biztosít a szakemberek számára, a családok számára. Erről majd még beszélhetünk egy picit részletesebben is, viszont hogyha oda egy picit visszakanyarodunk, hogy eltérő fejlődés vagy megkésett fejlődés, mi a kettő között a különbség? Tehát mikor, fogalmazok így, aggódik indokolatlanul a szülő, hogyha mondjuk egy-egy területen, akár mozgásfejlődésben, beszédfejlődésben egy pici késés tapasztalható, azt a gyereket természetesen nem kell korai fejlesztésre elvinni, vagy pedig, hogyha már hosszabb ideig fennáll az az állapot, és nem lát tovább lépést, tovább fejlődést egy szinten, akár mozgásfejlődésben, beszédfejlődésben a gyereknél, akkor viszont el kell vinni ezt szakemberhez. Tehát hol húzódnak meg ezek a határok? Hát ezeket a határokat tulajdonképpen akkor induljunk ki onnan, hogyha eltérő fejlődési út, az azt jelenti, hogy a normál fejlődési úttól való eltérés, ennek különböző mértéke lehet, hogyha több területen van elmaradva a gyerek, vagy például van a fejlődésében egy megakadás, akkor már nagyon fontos, hogy megfelelő szakemberhez kerüljön a gyerek. Van a megkésett fejlődés, az tulajdonképpen itt minőségi különbségek vannak. Tehát a megkésett fejlődésnél egy időbeli eltérés van, az akadályozott fejlődésnél ott időbeli és minőségbeli eltérések vannak a fejlődésben, és van egyfajta halmozódás is. Van egyfajta az halmozódás, így van. Tehát most egy 0-tól 3 éves vagy 5 éves korig, ha beszélünk, akkor ott természetesen a mozgásfejlődésről, beszédfejlődésről, kognitív fejlődésről, szociális fejlődésről beszélhetünk. Ez lehet minden területen történhet elmaradás, vagy egy-egy területen. De nagyon fontos azt kiemelni, hogy itt mindig a diagnosztikának nagyon nagy szerepe van. Tehát azt, amit említettem, hogyha egy koraszülés történik, vagy valamilyen szülési sérülés, vagy valamilyen szindrómával születik a gyerek, akkor rögtön a neurológus már irányítja a szülőt a pedagógiai szakszolgálatokban működő szakértői bizottságokhoz, és ott a szakértői bizottság már kijelöli azt az intézményt, ahol a gyermek megkaphatja a korai fejlesztést. És azokban az esetekben, amikor a születés körül ilyen problémák nem merülnek föl, de később ugye kiderül, hogy korai fejlesztésre szorul majd a gyermek? Amikor nem merülnek föl, akkor most erre egy nagyon jó kezdeményezés indult. A védőnöknél most január 1-től beindult egy szűrés, aminek az a lényege, hogy a gyerekeket több alkalommal egy bizonyos kérdőív segítségével és fejlődéskála segítségével mérik, és itt, hogyha tapasztalnak elmaradást, akkor a gyermekorvoshoz irányítják a szülőt, és a gyermekorvos pedig a megfelelő szakemberekhez küldi.
a szülőt, de nagyon sokszor előfordul az, hogy bekerül a gyermek a közoktatásba, mondjuk az óvodába, és ott tapasztalják azt már az óvónők, a szakemberek, hogy ez a gyerek valamilyen területen nagyobb elmaradás mutat a kortársainál. Ugye ti szakemberek azt mondjátok, hogy ezt valamilyen szinten meg kell, vagy meg kellene előzni, mert ugye nagyon sokszor már csak az óvodában derülnek ki ezek a problémák, és hogy amíg az óvodába belép a gyerek, addig is kellene valamilyen korai fejlesztésben részesülnie, hogyha így van. Tehát most igen, tehát most a korai intervenció arra helyezi a hangsúlyt, hogy a minél korábbi diagnosztizálás, ami tulajdonképpen régen is ez volt a cél, csak most, hogy a védőnőknél megindul ez a szűrés, talán abban bízunk, hogy sokkal korábban kerülnek a látókörünkbe ezek a gyerekek. És akkor ha minél korábban kap meg segítést a gyerek, annál nagyobb esélye van arra, hogy a normál fejlődési útra vissza tudjuk terelni a fejlesztését. De ez mindig attól függ, hogy milyen életszakaszban kerülünk kapcsolatba a gyerekkel, és tulajdonképpen attól, hogy a szülő is mennyire kapcsolódik be ebbe az együttműködésbe, mert azt tudni kell, hogy a korai fejlesztésnél nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés, mert a gyermeket nem nézhetjük egyedül, mint fejlesztendő embert, hanem ott az egész környezetét, a családot is be kell vonni, és a családnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez a terápia sikeres és eredményes legyen. Mondjuk azt, hogy az egész családot át kell hangolni erre. Így van. Tehát az, ami tehát egy az egész környezetét figyelembe kell venni, és azt, hogy a szülők hozzáállása milyen, az nagyon nagy mértékben befolyásolja a terápia kimenetelét. Vannak olyan terápiák, amiben kifejezetten a szülőnek is be kell kapcsolódni, tehát vannak olyan mozgásterápiák, amit napi szinten otthon a gyerekkel gyakorolni kell, hogy ezek az idegrendszeri struktúrák kiépüljenek, és eredményes legyen a fejlesztés, mert egyébként, hogyha ezeket nem tudja a szülő, és nem kapcsolódik be így a terápiába, akkor nem tudjuk mi sem azokat az eredményeket hozni. Az, ami nagyon fontos még, hogy a védőnőknél most, hogy ez a szűrés beindult, hogy abban bízunk tényleg, hogy minél korábban a látókörünkbe kerül a gyerek. Még egy nagyon picit, hogyha megnézzük az eltérő fejlődést és a megkésett fejlődést, a kettő közötti különbséget, akkor engem érdekelne az, hogy tényleg mi ad a szülő részéről aggodalomra okot, hogyan tudja a szülő otthon a családban segíteni mondjuk azt a gyereket, akinek nincs szüksége korai fejlesztésre, de valamelyik akár a mozgásban, akár a szociális készségekben, beszédfejlődésben egy pici lemaradást tapasztal. Ugye, ahogy szokták mondani, ma már egy rohanó világot élünk, előfordulhat még a leggondoskodóbb szülővel is, hogy későn vesz észre valamit a gyermekén. Ezek a fejlesztések behozhatók-e, vagy otthon is elvégezhetők-e? Ugye itt most nem kimondottan a korai fejlesztésről beszélek, hanem egyéb fejlesztő foglalkozásokra gondolok, programokra gondolok. Az, ami nagyon fontos, hogy a szülő, tehát a korai gyermekkorban a szülőnek, vagyis az anya és a gyermek kapcsolatnak nagyon nagy jelentősége van. Amikor manapság a szülők nagyon sokat dolgoznak, és nincsenek kellő, de is nincs idejük kellőképpen a gyerekkel foglalkozni, vagy ha van is, az nem biztos, hogy az a minőségi együttlét, amire szüksége van a gyereknek a fejlődéshez. Ezért én azt mondom, hogy rengeteget kell a gyerekkel beszélgetni, hogyha még nem is beszél a gyerek, de az abból a beszélő környezetben kapja meg azt a lehetőséget, hogy megfelelően fejlődjön a nyelvi képessége. Nagyon fontos a mozgásos játékok, a mondókák, a ritmusos gyerekénekek, ami tulajdonképpen régen ugyanígy a családban a szülők énekelgettek, és megtalálható volt a mondóka. Az, én úgy látom, hogy a mai gyerekek számára ez igazából otthon nem találkoznak vele,
bele, hanem csak az óvodába. Ugye a mese, a rengeteg meseolvasás, amiben nem azt mondom, hogy a tévében nézze a mesét, hanem hogy olvasson neki a szülő, beszélgessen vele, foglalkozzon vele. Rengeteg képességfejlesztő játékok vannak manapság már, amivel ugye a gyerek ezeket a manipulációs játékok, amivel a finom motorikája fejlődik, a nagy mozgások, el szokták vinni a szülők a városba, a játszóházba, játszóterekre a gyerekeket. Ez nagyon fontos, mert régen sokkal többet voltak a szabadban, sokkal többet játszottak, sokkal jobban kipróbálhatták magukat, és ezzel ugye a mozgás az nagyon fontos gyermekkorban a kognitív fejlődéshez. Tehát a kisgyermekkorban a kognitív fejlődést előmozdítója ugye a mozgáson keresztül történik. De pici gyermekkorban is, vagyis csecsemőkorban is meg kell adni a gyereknek azt a lehetőséget, hogy manipulálhasson, hogy mozoghasson, hogy olyan inger, gazdag környezetet teremtsünk, amiben tényleg képes fejlődni. De az sem jó, hogyha túl sok inger éri, mert az meg a másik véglet, mert olyankor pedig az idegrendszerét túlterheljük, és olyankor pont az idegrendszeri túlterhelés miatt sérülhetnek ezek az idegrendszeri struktúrák. Illetve nem jó bizonyos területeket erőltetni sem. Tehát mondjuk 3 éves kor alatt, de még akár 3 éves kor fölött is megfigyelhető az, hogy bizonyos készségeket erőltetve próbálja elsajátítatni a szülő a gyerekkel, holott azt úgy magától is automatikusan megtanulja majd. Igen, tehát, hogy meg kell találni ezeket a határokat is, hogy nem kell túl feszíteni az ilyen fejlesztő programokon, illetve foglalkozásokon való részvételt sem. Itthon Magyarországon vannak-e jó diagnosztikai eszközök a szakemberek kezében arra vonatkozóan, hogy észrevegyék azt, amikor eltérő a fejlődése egy gyermeknek és korai fejlesztésre szorul? Milyen bevett módszerek vannak most itthon? Hogyha azt nézzük, akkor most én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálatról tudok beszélni, ami itt nálunk hát elég, úgymond elavult eljárások vannak még a kezünkbe, de természetesen nyitottak vagyunk az új eljárások bevezetésére, amiben bízunk, hogy most meg is fog történni. Most itt a szakértői bizottságban a Brunelli-Zenféle vizsgálattal vizsgálják a gyerekeket, és a Weiland szociális érettségi skálával, ami már valamilyen szinten képet ad a gyerekről, de ott tulajdonképpen a szülőre támaszkodnak, tehát a szülőnek kell egy kérdőíves formában feltenni azokat a kérdéseket, hogy milyen érettségi szinten van a gyerek. Itt a kognitív, a szociális érettségét vizsgálják meg, és egy megfigyelés során jegyzik le a szakemberek azokat a tapasztalatokat, és az alapján diagnosztizálják az eltérő fejlődést. Hogyha neurológiai vizsgálata van, tehát ez a diagnosztika, ez nem egy vizsgálat, vagyis nem ebből épül fel egy diagnózis, hanem ott figyelembe veszik azt, hogy milyen tapasztalatai vannak a neurológusnak, tehát a neurológiai vizsgálatokat, a szakértői bizottság által végzett vizsgálatokat, és tapasztalatok alapján egy témamunkában alakul ki egy diagnózis. Az a lényeg, hogy most a mostani új irányzatok, azok már nem a deficitorientált diagnózisra próbálnak építeni, hanem egy a gyermek szociális térképét vetítik fel, tehát azt, hogy milyenek a kognitív képességei, milyenek a szociális képességei, milyen szinten van a viselkedése, és milyen szociális háttér veszik körül a gyermeket, és akkor ez alapján egy komplexebb diagnózist próbálnak felépíteni.
tehát nem a hiányosságokat vizsgálja, hanem a meglévő képességekre alapozik. Így van, így van. De a hiányosságok feltérképezésére is szükség van, de nagyon fontos a meglévő képességek pontos feltérképezése, az, hogy mik azok a képességek, amire építeni lehet a terápiát, mi az, amire fel tudjuk építeni, el tudunk valahonnan indulni, mert egy terápiának az a lényege, hogy egy biztos pontból kell kiindulni. Tehát, hogyha valamilyen képesség struktúrája már megalapozott, csak arra lehet a következő szintet ráépíteni. Tehát mindig nagyon fontos az, hogy megfelelően felmérjük a gyereket, diagnosztizáljuk, és csak erre lehet egy tervezett terápiát építeni. Ez egy jó szemlélet, ez hozza az eredményeket? Természetesen persze, tehát ez a lényege, hogy ne csak a hiányosságokat, a deficiteket tárjuk fel, hanem a meglévő képesség struktúrának a pontos feltérképezése alapján az arra tervezett terápia felépítése lenne a cél. Nyugaton milyen módszereket használnak, milyen diagnosztikus eljárásokat használnak, amit akár érdemes lenne nekünk is átvenni. Azért vannak olyan tesztek, vannak olyan eljárások, amit ismer a magyar gyógypedagógus is, de még itthon esetleg nem alkalmazzák. Persze vannak olyan eljárások, amik még Magyarországon nem elérhetők, olyan korszerű berendezések szükségesek hozzá, ami tényleg elég nagy anyagi vonzata van, ilyen például a feedback terápia, ami egy EEG terápia, ami tulajdonképpen a nagyon sokrétűen használható. A gyermekek figyelmét, koncentráció képességét fejleszti. Ezt hogy képzeljük el a mozgás közben? A gyereken vannak ilyen kis drótok, húzalok, nem, mint a nem, ez fit úgy, felméréseken, ez, nem? Ez egy olyan terápia, amiben a lényeg az, hogy az EEG érzékelők ugyanúgy fent vannak a gyermek fején, és akkor a közben egy olyan a gyermek életkorához igazodó mesét vagy filmet vetítenek, mert tulajdonképpen ez kamaszkorban is használható, például tanulási zavaroknál, ahol ilyen figyelemkoncentrációs probléma áll a háttérben, és akkor csak akkor jó a kép és a hangminősége, hogyha a gyerek odafigyel. Tehát magát a figyelmét, a figyelemkoncentrációját fejleszti, és az agyban olyan kapcsolatok alakulnak ki, ami be tud épülni, és utána ezekre rá tudnak épülni a képességek, és a figyelmét jobban tudja összpontosítani. Aztán vannak ilyen hallásfejlesztő eljárások, ami például a zeneterápiás eljárások, ahol a gyerekre fülhallgatót tesznek, és zeneterápia útján fejlesztik a hallását. Nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy amire ugye a szülő tényleg csak az óvodába jön rá, hogy nem tudja a gyereket az óvodába, nem tud beilleszkedni, és aminek lehet, hogy az áll a hátterében, hogy van egy túlhallása. Tehát, hogy nagyon érzékeny a hangingerekre, és ugye nem tud az óvodában megmaradni, túlterhelődik az idegrendszere. Például ezek a terápiák erre is kitűnően alkalmazhatók. Ezeknek a terápiáknak a bevezetése azért már megtörtént, csak még nem igazán terjedt el, mert nem igazán volt a szakembereknek rá lehetősége, hogy ilyen terápiákhoz hozzájusson. De én ilyenekre gondolok, tehát az, ami külföldön tényleg jól bevált, az nálunk is ugyanúgy alkalmazható, de azért nem mondom, hogy nálunk nincsenek megfelelő terápiák, mert vannak olyan mozgásterápiák, amit tényleg nagyon jó. Például itt van Nagykállóban van egy szakember, aki a longi mozgásvizsgáló eljárást és fejlesztésnek a standardizálásában részt vesz. Ennek mi a lényege ennek a terápiának? Ez a Lakatos Katalin féle mozgásvizsgáló eljárás. Itt a gyermek
születésekor vannak ilyen feltételes reflexek, amiknek a leépülése szükséges ahhoz, hogy az új mozgás minták ráépüljenek, és ennek a felmérésével, pontos feltérképezésével foglalkozik, tehát az diagnosztizálja, és utána a ráépülő terápiát, a megfelelő ráépülő terápiát is megkaphatja a gyerek, tehát ez a longi mozgásvizsgáló és terápiás eljárás, de megemlíthetném a TSMT-t, vagy a Dévényi féle mozgásterápiát, ami szintén kitűnően alkalmazható a gyerekek korai fejlesztésében, de akár egy tanulási zavar megelőzésében is fontos szerepe van. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai műsorunkban ennyi fért. Egy nagy területet most kihagytunk, de a következő részt erre fogjuk építeni, elmondom a nézőknek, hogy miről fogunk beszélni, mert hogy egy tanulmány alátámasztja azt, hogy az egészséges gyerek iskolai teljesítményét nagyban befolyásolja a nyelvi kifejező készsége, a kommunikációs képességei, illetve a beszéd fejlettségi szintje. Hogyha eljössz hozzánk legközelebb is, akkor erről beszélgethetünk. Köszönöm szépen még egyszer a nézőknek a figyelmet. Köszönöm, viszontlátásra. A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.